Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Szombaton 6. alkalommal rendezték meg a Tósóberindi Vigasságok elnevezési vetélkedőt a városrész közösségi házában. Elsőként ide látogathatnak el velünk. Hányan neveztek erre a vetélkedőre? Hány csapatot várnak? Most 7 csapat nevezett. Hát most azok, hogy Lilaakác nyugdíjas klub, a Tósóberindi öregfiúk labdarúgó csapat, az egyesületből 2 csapat, és ilyen baráti társaságok még neveztek. Nem tudom még, hogy pontosan a nevüket, ugye az első feladatnak lesz majd az egyik része, hogy a csapat neveket ki kell találni. Hát nagyon vidám nevek szoktak lenni egyébként, reméljük így lesz majd az idén is. Milyen jellegű feladatokból áll a vetélkedő? Ezt úgy nevezem, hogy ilyen általános szellemi vetélkedő, kis gyakorlati feladatokkal, nyilván olyat, amit itt a termekben meg lehet csinálni. Ma fogunk általános műveltségi kérdésekből tesztelni egy kicsit, Tósóberény történetéből írunk egy kis totót, aztán lesz olyan, amikor egyik segítőnk zenei kérdéseket fog feltenni a többieknek, és hát a gyakorlati kérdések azok pedig a liba töméssel, a liba etetéssel kapcsolatos témaköré fognak gyűlni. Mik a tapasztalatok, milyen korosztályokat szólít meg ez a mulatság? Erre vagyunk talán a legbüszkébbek itt mi Tósóberinden, hogy a legfiatalabbaktól a legidősebbekig jönnek versenyezni. 2 nyugdíjas csapatunk is van, egészen fiatalokkal az általános iskolások is indítanak csapatot, illetve a Y generáció is 2 csapattal képviselteti magát, és azt gondolom talán ez az egyik legnagyobb érték ennek a vetélkedőnek. Szükség van-e valamilyen előzetes felkészülésre? Hát inkább csak talán a élettapasztalatra, a tanulásra, azok a kérdések lesznek, amit életünk folyamán megtanulhattunk volna, vagy találkoztunk általában vele. A kérdés az most, hogy előjönnek-e ezek a lexikális tudások majd ezen az estén. Az általános műveltségi kérdések ezúttal átölelték a matematika, a földrajz, a történelem, a képzőművészet és a zenevilágát is a vetélkedőn. A helytörténeti, lakóhelyismereti feladványok ebben az évben a városrészben élt, illetve a napjainkban ott élő személyek ismeretére terjedtek ki. Vegyes feladványként 8 fűszert kellett felismerni a csapatoknak. Volt olyan ügyességi feladat, amelyben a liba etetéséhez bekötött szemmel kellett 1/2 kiló gabonát kiporciózniuk a csapatok képviselőinek, a liba tojások gyűjtése során pedig egy bekerített területen a csapatok egy-egy tagjának szintén bekötött szemmel egy társ segítségével kellett a saját színű tojását begyűjteni, kockacukorból pedig minél magasabb ólat kellett építeni. A zsűri feladatait Tilhoff Endre, városunk díszpolgára, valamint Rieder András és Dorner László önkormányzati képviselők látták el. A vetélkedőt a Tósok City csapat nyerte 113 pont megszerzésével. Második helyezett 111,5 ponttal a Vadócok lettek. Harmadik az Oskolások lelkes csapata lett, akikre minden évben lehet számítani. Most 108 pontot értek el. Az eredményhirdetés után a szervezők vacsorával kínálták a résztvevőket, majd kezdetét vette az éjfélig tartó nótázás Anger Mayer Tibor és Csorba Tamás harmonika kíséretével.